Domokos László, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte az egybegyülteket, de beszélt a kórház rossz anyagi helyzetéről és a létszámhiányról is. Jellemző a munkaerő elvándorlás, korábbi évek tapasztalatához képest tovább folytatódva, a visszapótlás nem kívül nehézségeket jelent, jellemző, hogy mind az orvosi, mind a szakdolgozói területen hiány szakmák alakultak ki, és alakulnak ki most már folyamatosan, és az ágazat munkavállalói szempontból egyre leértékelődik, egyre népszerűtlenebbé válik. A kórház nagyfokú létszámhiánnyal küzd, de próbálnak olyan módszereket alkalmazni, mely áthidalja, hogy kevés a munkaerő. Először is az ügyeleti rendszerben, hogyha most az orvosokra gondolunk, nagyon sokféle ügyeletet összevontunk már, tehát úgymond központosítottunk ügyeleteket, és például egy-egy épületben egy ügyeletes orvos tartózkodik különböző osztályokon, valamint az ápolás tekintetében klasszikusan a régi három műszakos munkakör helyett a 2x12 órás műszak bevezetésére került sor, egyébként ez országosan is hasonlóan van ez a tendencia. Az ünnepségen több mint 10 ember kapott különböző díjakat és kinevezéseket a kórházban végzett munkájukért.